Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket innen a BK Televízió stúdiójából. Mai műsorunkban a Budafok Tétény Iparos Egyletről fogok beszélgetni Vitt Jánossal, az Iparos Egylet elnökével, illetve Hajdú Péter alelnökkel. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Köszönjük a meghívást. Először is kezdjük a kezdeteknél. Mit kell tudni erről az egyletről, hogyan alakult, milyen céllal? Megkérlek akkor, hogy... Szóval passzolod a labdát. Jó. Hát gyakorlatilag az Iparos Egylet az 2001-ben alakult, pontosan így ősztájékán, tehát mint ahogy most is őszt írunk, azzal a céllal gyakorlatilag, hogy a kerületben lévő iparosok, vállalkozók, azok valamilyen formában kapcsolatba tudjanak kerülni egymással, illetve a kerületi lakosokkal össze tudjuk hozni őket valamilyen formában, tehát hogy segítsük a munkavállalási lehetőséget, illetve a helyieket próbálják meg igénybe venni a kerület lakosai. Tehát ezek voltak az alapkérdések. Azon kívül pedig ugye egy másik része is volt ennek az egyleti alakítási készségnek, hogy szerettünk volna megfelelő személyes kapcsolatokat is kialakítani a lakosokkal, tehát a területen élő emberekkel, családokkal. Ennek későbbiek folyamán a nagyjából sikerrel is tudtuk elvégezni. Tehát erről majd később gondolom, még a János valamit majd fog mondani. Hát én kiegészíteném annyit a bevezetőt, hogy 33 kerületi vállalkozóval, kereskedővel karoltva együtt alakultunk meg 2001-ben, de igazándiból tudni kell azt, hogy a kerületben három vállalkozói szervezet működik. Az egyik az ipartestület, amely ugye tudjuk, hogy nagyon régi hagyományokkal bír. Azon kívül van a budapesti BKIK, ami a Budapesti Kereskedelmi Ipari Kamara tagcsoportja, és mi vagyunk a harmadikok, a legfiatalabbak, az iparos egylet, akik csatlakoztunk ez a kis csapathoz, és hát egymással párhuzamosan és egymás mellett most az utóbbi években nagyon eredményesen tudunk működni. Hogyan sikerült beindítani ezt a vállalkozást, hogy ilyen eredményesen működnek? Nem ment ez egyszerűen. Nyilvánvaló, hogy az első két év a megalakulás nehézségeivel zajlott. Sok problémánk volt, hiszen nyilvánvaló, hogy kellett egy valamiféle, még az sem volt egyszerű, hogy hova leszünk bejegyezve, meg hova nem, székhely szempontjából, de aztán ez szép csendesen, hogy mondjam, sikerült rendezni. Most már a Mária Terézia 60, az ipartestületi székházban van egy külön kis irodánk, ahonnan tulajdonképpen tudjuk irányítani a működésünket, ahol meg tudnak minket találni, úgyhogy most már ez elég szépen és hatékonyan működik, de hát azóta eltelt 10 év. Az előbb említette, hogy próbáltak személyes kapcsolatot létesíteni a kerület lakóival, ezt hogyan kell pontosan elképzelni, mit kell erről tudni? Hát ez a legnehezebb, bármilyen furcsának tűnik, pedig itt élek. Tehát én gyakorlatilag a kerületbe születtem. Ráadásul még az édesanyám vezetőgornő is volt, tehát hogy itt jártam gimnáziumba. Tehát ha megnézzük a múltamat, akkor igen, erős a kötődésem a kerülethez. És ennek ellenére szinte házalnom kellett ahhoz, hogy rá tudja az ember venni az iparos társakat, hogy van értelme annak, hogy egy kicsikét tömörüljünk, hogy összefogjunk, mert végül is ez egy lényeges dolog, hisz hogyha egymást nem tudjuk támogatni, úgymond azzal, hogy ajánljuk egymást a munkáknak az elvégzésére, nem tudunk példát mutatni a lakosság felé, akkor sokkal nehezebben fogunk megélni. Tehát itt igazából az egyletnek van egy ilyen hátsó szándéka is, ami azért, ne felejtsük el, az iparosoknak a többsége a szolgáltató. Tehát a szolgáltatásnak a minőségét, a mennyiségétől nagyon függ annak az iparos embernek és annak családjának a megélhetése is. Ez egy száraz igazság. Honnantól indult be igazán ez a vállalkozás, amikor elkezdett szárnyalni minden?
Hát az utóbbi 5 év talán az, amikor én azt gondolom, hogy úgy összeállt teljesen a bennünk is a programok, a lehetőségek és a szponzorok. Hiszen hát ugye mi is egy non-profit szervezet vagyunk, a tagdíjakból hát a levél kiküldésén kívül sokra nem nagyon futná, úgyhogy nyilvánvaló, hogy a vállalkozók saját adományaikkal és a kerületeknek, a nagyvállalkozóinak a segítségével tudjuk a szakmai rendezvényeinktől, a kulturális rendezvényeinktől kezdve minden egyéb programunkat megvalósítani. Hát ez elég széles most már összeállt, és ez az utóbbi 5 évben ez most már a kerületi lakók számára is minden alkalommal ismert, és hát az, ami nyilvánvaló, hogy a lakosság szelé folyó, az látogatott is. Az előbb szóba jöttek a rendezvények, kulturális rendezvények, ezekről mit kell tudni? A kulturális rendezvények alatt többféle próbálkozásunk, meg többféle rendezvényünk volt. Az egyik, ami szintén nagyon több évre visszanyúlik, ez a pezsgőgyárral való nagyon jó kapcsolatunk révén a Zsolnai teremben minden évben, amikor pénzügyi lehetőségünk engedték 2 vagy 3 alkalommal, későbbiek folyamán legalább évi 1 alkalommal egy ilyen péntek esték néven egy rendezvényt tartunk, ahol szintén ugye neves előadókat, Nagy Bandó András, most legutóbb azt hiszem, hogy a Wikman Tamást láthattuk vendégül, aztán voltak még mások, majd mindjárt eszembe jut. A lényeg az, hogy ők természetesen ingyen eljöttek, életükről, magukról beszéltek, utána egy ilyen kis pezsgő kóstolással, egy jó kis beszélgetéssel, névjegykártya cserével be tudott fejeződni ez a rendezvény. Ez általában egy olyan 60-70 fő látogatottsággal, és Isten igazából eznek a bevételét minden alkalommal tulajdonképpen felajánlottuk általában valamiféle, vagy egy óvodának, vagy valamiféle olyan célra, amiben segíteni tudtunk, vagy éppen mondjuk a Mikulás ünnepségünkre költöttük, mert majd erről azért szívesen beszélnék, hiszen most ott vagyunk éppen ennek küszöbén. De akkor beszélgessünk a Mikulás ünnepségről, hogyan néz ki egy ilyen? A Mikulás itt ül mellettem, aki már hagyományszerűen. Igen, hát kicsivel nagyobb szakállam volt valamikor, innen indult ez. Aztán azért azt is kell tudni, hogy én nem csak iparos vagyok, hanem én igazából ilyen csegedű tanár is lennék, amit ugye nem gyakorlok, mert abból nem lehetett megélni annak idején, tehát ez a személyes érintettsége ennek. Népzenével foglalkoztam mellette, tehát hogy magamról ennyit, és innentől kezdve alakult ki az a helyzet, amikor a János felvetette azt, hogy a kerületbe óvodák, illetve bocsánat, általános iskolásoknak a szociálisan rászoktak. Igen, tehát ezt mindig a nevelőkre bíztuk. Tehát, hogy kik azok a gyermekek, akiknek esetleg örömet lehet avval szerezni, hogy igenis jön a Mikulás. És innentől kezdve esett rám a választás valami oktán fogva, gondolom az előző dolgok miatt, és azóta én a rendszeres Mikulás vagyok. Úgyhogy nekem is egy örömet jelent végül is, ezt hozzá kell tennem, mert vannak már olyan gyerekek, akik visszajárók. Tehát már lassan már én is megismerem, aztán jönnek a testvérek, tehát azért eléggé családias és elég jó hangulatba mennek le ezek az esték. A kerületnek a 3 általános iskolájából, a Kossuth Lajos általános iskolából, a Herman Otto és a Dévényiből fogadunk úgymond 60-70 gyereket. Minden évben nyilvánvaló, hogy az iparos egyletnek, vagy a ipartestületnek, meg szóval... Egyébként mennyi pénz is jön össze, ugye, mert ezeket finanszírozni kell, azért ezt is tudomásul kell venni, de hát azért össze lehet hozni. Ez, és az ügyet nyilvánvaló, hogy azokat a gyerekeket, akik az unokáinkat, meg stb. Ugye ők is részt vesznek rajta, és ez mindig egy nagyon jó hangulatú, nagyon kellemes kis rendezvény, amit nagyon nagy örömmel, hát hogy fogalmazhatok, ugye ez a szívünk csücske az egyik. Vannak ennél más jellegű rendezvényeink, nem nyilvánvalóan, de én azt gondolom, hogy ez az, amire talán minden évben bármennyire, nem a pont a vállalkozóknak, hogy mondjam, a szakmaiságához tartozik, de talán mégis egy nagyon fontos célunk, hogy mindig ezt meg tudjuk csinálni.